Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, elérkeztünk a hét utolsó adásához. Varga Zsolt fitness instruktor, illetőleg Horváth István, a Kontúr Plusz Egyesület elnöke a vendégünk a mai adásban is. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Szia. Spartan Race, sport, nagyjából ez a tematika ezen a héten. Az egy igazi Spartan póló? Igen, ezt a teljesítéskor kapják a versenyzők. Igazából mindenki kap egy ilyen pólót, illetve egy érmet. Ezt megmutathatom. Meg, majd mindjárt a fiúk körbenézünk, hogy melyik kamerának mutassuk meg. Sanyinak. Tehát ez egy teljesítésért járó érem. Jelen esetben ez ugye a sprintnek az érme, ez a rövid távúnak az érme. Ilyen színűt fognak kanizsán is. Arra kérlek, hogy egy kicsit arra a kamera felé, és akkor így. Aha. És mi van ezen? Tehát ez a jelkép, ez micsoda? Hát ez egy ilyen spártai sisak. Ez egy spártai sisak. Ez a szimbóluma az egész rendezvénysorozatnak. És ugye Kanizsán is ez a piros színű lesz, amit majd kapnak a versenyzők. Ez a sprint verseny, ez az alapfokú, ez hát a ez szadizmus. A legelső, igen, ez az 5 ez a szadizmus 1.0. Igen, tehát, ez a bemelegítő a többi szadi előtt. Ez a bemelegítő szadizmus, igen. Illetve minden éremhez adnak egy ilyen harmadot, ez a látszik is rajta, hogy van rajta egy kis darab a nagyobb sisakból, tehát hogyha az alap három versenyt megcsinálja valaki, a sprintet, a szupert meg a biztot, akkor ezt a hármat összeállítva. Össze lehet rakni, és az egy mágneses is, tehát össze lehet szépen passzítani. És akkor ebből jön ki az úgynevezett trifecta, ami ez a három versenynek a teljesítését szimbolizálja, és igazából ez az alapvető célja minden spártánoidnak, vagy spártánozónak. Hát igen, ez lesz az én célom is 2018-ban, aminek a hát összeálljon a plusz érem is. Így van, mert az a helyzet, hogy csak egy naptári éven belül kell megcsinálni mind a hármat, akkor ér, ugye, mert rajta is van az évszám. És az a kék? Hát ez a kék volt a Kazinc barcikai, ez már egy kicsit nagyobb szadi volt. Aha. Ez már egy ilyen közel 15 kilométeres futás volt a hegyekben, dombokon. Hát kis apró akadályokkal. Igen, tehát... mivel én alapjáraton futni nem szeretek, nekem ez már kicsit nagyobb kihívás volt, mert ugye a sprinten sokkal sűrűbben vannak az akadályok. Tehát azért, hogyha az ember azt nézi, hogy mondjuk az Esprint volt 5,5 kilométer, ott mondjuk volt 22 akadály, ha jól emlékszem, akkor azért ugye az ember kiszámolja, olyan pár száz méterenként azért csak van valami akadály. Na itt azért futottunk egy jó pár kilométert az erdőbe, dombon fölfelé, amikor még itt semmi nem történt, és már így azt beszélgettük a barátommal, hogy mikor jön már valami, mert már egyszerűen unom a futást. Tehát ez egy kicsit nagyobb kihívás volt nekem, de szeretném mindenképpen teljesíteni most 2018-ban is ezt a kettőt előről, illetve a legnagyobb kihívást, ami nekem még egyelőre a legnagyobb kihívás lesz, az a Beast. Az micsoda? Hát ez egy ilyen közel 30 kilométeres verseny lesz. Annak az érme pedig ugye zöld színű. Hát igen, ez akkor meg lesz egyik, másik, harmadik. Meg a kis kiegészítőből meg lesz egy negyedik, ami meg az egészet szimbolizálja, hogy teljesítetted. Van, igen. Vannak ilyen mukik egyébként, akik így ezt mind a háromra gyúrnak? Tehát ilyen hozzád hasonló, mi a jó szó? Megszállottak? Hát vannak. Fanatikusok. Elég szép számmal vannak. Én az interneten találkoztam például olyannal is Facebookon, aki megosztotta a 2017-es eredményeit, és 6 vagy 9 ilyen trifecta tulajdonosa volt ebben az évben. Tehát akkor kiszámolhatjuk, hogy az trifektánként három versenyt jelent. Tehát vannak nálam sokkal nagyobb fanatikusok, nekem ez az első távú célom, és akkor ez a közelebbi célom, és utána fogok majd följebb menni. Ez egyébként ebben a világban, akinek akár csak egy, kettő, három vagy a negyedik is megvan, arra úgy minél színesebb, meg minél nagyobb, meg minél több van, arra fölnézünk. Tehát vannak itt is idézőjelben sztárok? Van ilyen egyébként. Tehát van aki egyébként rendszeresen megnyeri ezeket a versenyeket. Ja, erről még nem beszéltünk, hogy fontos, tehát hogy meg is lehet ezt nyerni, tehát hogy csak idézőjelben csak teljesíteni kell, vagy itt azért van olyan is, hogy első, második, harmadik. Különböző futamok vannak. Van az úgynevezett elit futam, amikor segítség nélkül kell végrehajtani minden akadályt. Ilyen esetben ez egyébként pénzdíjas verseny, és hát ők a kvázi csúcsok. Illetve van az open kategória, amikor már segíteni lehet egymásnak,
illetve amit még nem említettünk, hogy nem csak... Hogy segíts, fölviszed a kötélen magaddal, és akkor hát ő is teljesíti? Vagy nem, tehát, hogy... hát ahol tudsz neki segíteni. Aha. Tehát ha tudnál a kötélen segíteni, akkor igen, de alapvetően mondjuk egy a palánknál mondjuk átemeled, vagy segíted neki az átjutást, így értem a segítséget, de arról még nem is beszéltünk, hogy ez nem csak a felnőttek között egy ilyen küzdelem, hanem akár gyermekek is részt vehetnek egy ilyen spártán futamon, hiszen a kicsiknek is szerveznek különböző korosztályokra vonatkozóan általában minden ilyen rendezvénél, majd itt Magyarországon is volt az eddigi futamok során gyermekfutam, és akkor gyerekek is teljesítenek, hát természetesen a korosztályoknak megfelelő akadályokon, meg nekik megfelelő távolságban, ők is teljesítik ezt a futamot. Most legutóbb Eplim az én nagyfiam is teljesített egy ilyet, és büszkén viseli, hogy hordta egy a pólót másnap az iskolában, illetve hát magát az érmet is otthon nagy becsben tartja, úgyhogy számukra is indul futam. Reméljük, hogy Nagykanizsán is lesz hasonlóképpen, és amit még el kell, hogy mondjak, hogy azt tapasztaltuk, hogy van egy olyan futam is, ez egy jótékonysági futam, amikor vannak, ahogy említettük már, vannak olyan akadályok, amit kötelező végigcsinálni, na a jótékonysági futam, illetve ha nem teljesíti, akkor burpee-t kell csinálni, ugye a négy ütemű fekvőtámaszt. Van egy olyan futam, ahol ez egy jótékonysági futam, ahol nem kötelező mindezt megtenni. Ez azt is célt szolgálja egy, hogy gyűjtsünk, adakozzunk egy bizonyos szervezetnek vagy tevékenység kapcsán valakinek, illetve hogy kicsit bevonza azokat az embereket is, akik de ott nem is tudtak úgy pólót. Felkészülni. Ugyanezt megkapják, ugyanúgy kapnak. Hát az övék ilyen sárga, és azt úgy meg lehet különböztetni, hogy ők különböző szint, különböző korosztály tudja képviseltetni magát. Na, ez már nekem tetszik, tehát gyakorlatilag kifizetem, tehát előre az adományommal kifizetem a teljesítésemet, ez, ami nem megy, nem megy. Tehát, hogy... Igen, illetve hát jótékony. Jó, de ez a 0.0-as változat, de valahol el igen, lehet kezdeni. Igen. Hát nekem most ezt ajánlom mindenképpen. Ehhez a történethez. Ezt ajánlom most. Nekem ezt ajánlod most, köszönöm szépen. A jelen állapotomban még ez sem egyébként. Tehát igen, kedves vagy, látlak szeretettel 2040-ben is ebben a műsorban. Köszönjük szépen István, hogy itt voltál. Zsolt, hozzád fordulnék, mert szerintem vele már most mindent megbeszéltünk, amit meg lehetett, de nem egyébként teljesen igazad van. Ha már ide került ez Nagykanizsára, és ha már jövő áprilisban lesz itt egy ilyen futam, és ha már ide jön 5000-7000 sportoló, meg még Isten tudja hány ember, akkor ennek a kis csoportnak, amelyet te itt fölépítettél, kialakítottál, és toljátok gondolom ezerrel, ez mekkora kihívás? Tehát mondjuk azért, hogy itt van Nagykanizsán, kell-e ezeket a mukikat jobban instruálni, fölkészíteni, és hogy akkor a nagykanizsai az a helyi, a hazai verseny az biztosan sikerüljön mindenkinek. Tehát jelent-e ez plusz motivációt? Beszéltünk motivációról is már a hét során. Hát a csapattal még így erről nem beszéltünk. Én a magam nevében azt tudom elmondani, hogy én mindenképpen testén szeretnék, már csak olyan okból is, hogy ez a szülővárosom, és ha már itt lakok, akkor, tehát itt születtem, itt éltem, akkor tegyem oda magam a versenyen, én ezért szeretnék majd rendes versenyformában most elindulni. Hát külön edzést igazából, tehát plusz edzést nem igényel. Én azt mondom, hogy Eplény után meg tudják csinálni most is. Hát persze készülni fogunk rá ugyanúgy, ahogy eddig. Vagyis hát egy kicsit keményebben, mert még vannak olyan akadályok, amiket nem tudtunk leküzdeni. Vagy nem volt eszközünk még hozzá, vagy pedig... nem gyakoroltuk annyit, amennyit kellett volna. Hát a burpee-t azt sokat gyakoroltuk, az már nekik pihenő. Én azt mondom, hogy oda kell tennünk magunkat, így, hogy Kanizsán lesz. És mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ezt most tényleg oda fogjuk tenni. És, de mondjuk kiviszed őket egy kicsit a csótóra futni? Vagy fogunk tehát... mindenképpen menni, terepre készülni, és... Tényleg helyileg, és én azt gondolom, hogy akár még a csótóba úszhatunk is, mert én egyébként arra tudok gondolni, hogy valószínűleg úszás feladat is lesz ebbe az egészbe. Általában szokott is lenni, de én azt gondolom, hogy bevihetnék a vízbe. Most már valahogy szeretem is az úszást egyébként. Hát mindenképpen ki fogunk menni a szabadba készülni, amint egy kicsit jobb idő lesz, most elmúlik a tél, akkor a teremből majd ki fogunk járni rendszeresen a csótó környékére is futni.
illetve ugye a dombom futásokat gyakorolni. Mert egyébként én azt gondolom, hogy mindenkinek az, ami a legtöbb energiát kiveszi most a csapattagoknak, nálam is egyébként, az, ami sarkalatos. Mindenképpen az emelkedőkön való helytállás lesz most, amire gyúrnunk kell. Ha valaki nem ehhez a csapathoz csatlakozik, mert ugye Nagykanizsán vannak spartanosok, ugye csak egy S az elején, akik egyénileg készülnek, meg egyénileg járnak versenyekre, de valaki mondjuk ennek a beszélgetésnek a hatására úgy gondolja, hogy jó, hát ő nem megy le, meg nem akar edzőt, meg ilyesmi, de mondjuk ő elindulna szívesen akár csak ezen az árpi futamon, nevezzük így a sárga pólóst árpi futamnak. Hogy lásson ehhez hozzá, meg milyen úton induljon el, ha egyénileg akar fölkészülni, és mondjuk gyakorlatilag mondjuk, ha nem is a nullán, de mondjuk az 1-2-3-5%-on tart a teljesítéshez képest? Hát alapvetően mindenképpen a futás az, amit el kell kezdeni. Ha eddig nem volt esetleg rutinja benne, vagy nem futott ezelőtt, akkor azt mindenképp. Bár ennél a versenynél igazából a futáson akkor a hangsúly nincs, mint már ebben beszéltük is, mert itt elég sűrűn jönnek az akadályok. Állóképességi gyakorlatokat, tehát alapgyakorlatokat, mint a burpee, fekvőtámaszok, guggolások, kitörések, ezeket szép számmal gyakorolni, illetve kertekben, tehát családi házoknál kertekben is előállítható eszközök, ilyen homokzsákok, esetleg egy dárda, vagy bármi, amivel tud gyakorolni ilyen technikai dolgokat, mert egyébként az akadályoknak a listája az úgy tudom, hogy elérhető, tehát hogy általánosságban mik fordulhatnak elő, vagy videókon is meg tudják nézni. Ezeket simán lehet otthon is gyakorolni, hogyha valakinek mondjuk nem fontos az, hogy most így helyezést érjen el, hanem szeretné testeni a pályát, akkor nem kell ennek akkora kihívásnak lennie. Az, hogy csak végigmenjen a pályán, az, hogy teljesítse minél kevesebb burpee-vel, minél kevesebb büntetővel, ahhoz ez így elég, én úgy gondolom. Egyébként az maga a pálya, ugye az akadályok azok nagyjából vannak olyan akadályok, amik ismétlődnek, de magát az pályát, az kvázi a helyszínen ott, amikor teljesít, akkor szembesülsz vele, hogy mi a következő akadály. Úgyhogy nekünk például Eplényben azon túlmenően, hogy tudtuk azt, hogy milyen szintkülönbségeket, ilyen 500 méteres szintkülönbségeket kell átidalni. Azért volt olyan akadály, amit pont homokzsákkal kellett teljesíteni, 15-20 kilós homokzsákkal kellett teljesíteni, amikor a hátadra véve elindulsz föl a tombra, amit már egyébként előtte kétszer megmásztál, és úgy teljesíteni, ezzel szembesülsz akkor, amikor már nagyjából látod, hogy hol a cél majd egyébként, és tudod, hogy nem lehet ezt kiváltani, na itt jön az, hogy mentálisan ott kell lenni. Hát személyes tapasztalatom alapján, tehát így azért 10 lépésenként 6-szor meggondoltam, hogy miért is vagyok itt, meg miért csinálom mindezt, de amikor ezzel egészen túllendülsz, akkor ez még egyszer, ahogy említettem, akkor is olyan töltéssel rendelkezés van, plusz kapsz a mindennapi élethez is, ami tényleg egy ilyen esemény után hetekre feltölt, és készülsz a következőre. Nagyon jó sportesemény egyébként ez alapvetően. És itt is, Nagykanizsán is, már a szervezők bejárták a csónakázótó zegzugait, valószínű, hogy még azért párszor le fognak jönni, de szerintem olyan pályát fognak felállítani, ami még mi is meg fogunk lepődni. Tehát váratlanul eddig nem látható akadályokkal is szembesülni fogunk mi is, akik már pár dolgon keresztül mentünk, azok is, akik már sokkal többen. Úgyhogy biztos a csónakázató az egy nagyon jó helyszín arra, hogy emelkedők vannak, különböző akadályokat be lehet építeni, a meglévő terepviszonyokat figyelembe lehet venni, meglévő terepakadályokat, erre tökéletes a környezet, úgyhogy én kíváncsian várom majd, hogy mivel lepnek meg minket, mert tényleg van több száz akadály, amivel tudnak választani. Egyébként itt, ha már mondtad, hogy mi fut át az agyadon, vagy mi futott át homokzsákot cipelve az agyadon, akkor így menet közben gondolsz bármi másra? Én megmondom őszintén, én már kifejlesztettem magamban azt a képességet, már évekkel ezelőtt mondjuk, hogy kikapcsolom magam. Aha. Tehát teljes mértékben el tudok vonatkoztatni a pályától, és ha fölnézek, sem fogom fel, hogy ott van, és nem fogom fel azt, hogy fáj, és hogy most úristen, még mennyi van hátra. Ez ilyen szempontból szerencsés. Ezt próbálom egyébként nekik is átadni a kemény edzésekkel, hogy jussanak el arra a pontra, hogy minél könnyebben átjussanak ezen a holt ponton.
mert onnantól fogva igazából nincs lehetetlen. Az első Spártán, amikor még ugye nem voltam én se tapasztalt, akkor volt az, hogy odafordultam a haveromhoz, és mondtam neki, hogy ráz a hideg, és végem van. De viszont úgy érzem, hogy még 30 kilométert le tudnék futni. Tehát az volt az a holdpont, és ezt el lehet érni. Csak én azt mondom, hogy mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne foglalkozzon azzal, hogy hol a vége, ne foglalkozzon azzal, hogy milyen nehéz az akadály, hanem csak menjen előre, és kész. Tehát ezt valahogy meg kell tanulni. Ez az mentális felkészülés része a dolognak igazából, én úgy gondolom. És meg lehet találni, ahogy bentok is, hogy több, várhatóan több szintű verseny lesz, majd hogy a teljesítménynek megfelelően több, vagy az állóképességnek az adott élethelyzetnek megfelelően különböző szintű versenypályák lesznek, de mindenki megtalálja majd azt a lehetőséget, vagy azt a pályát, amin el tudna indulni. Tehát mindenképpen kihívás, jöjjönek ki, mindenki jöjjön ki a csónakázatóra, akár csak azért is, hogyha nem is vesz részt mondjuk. De nézze meg, hogy milyen egy ilyen esemény, vegye át, nézze meg azt a hangulatot, ami tényleg magával ragad, és onnantól fogva biztos, hogy a következőn már el fog gondolkodni, hogy részt vegyen. A külső szemlélő számára is tényleg egy olyan csomagot hoznak ide, tehát az események, ezek a csomagok, ezek rendelkezésre állnak a főszervezők részéről, ugye egyik helyről a másikat telepítik, ami állandó mindig ugyanazt a szimulát hozza, úgyhogy ha valaki egy ilyet megnéz, akkor ugyanazt fogja tapasztalni egy következő eseményben is, és ha nem is vesz részt rajta, de a következő szerintem már azért el fog gondolkodni, hogy ott legyen. Mi van ebben a történetben? Tehát jó 2018 sprintverseny, x10 000 vagy x 1000 ember részvételével, 19-20, tehát ha most itt Nagy Kanizsa a csónakázótó és minden jól vizsgázik, akkor lehet ez egy második Veszprém, második Eplény, stb. Tehát van ebben távlat, vagy most ezt megnyertük, örüljünk, aztán majd beszélgessünk májusban erről a történetről. Több hozadéka van, hogyha magamhoz ragadhatom, szóval több hozadéka van ennek. Ugye az Egyesület is azért, ugye a csónakázató és annak a fellendítése az nekünk egy ilyen kiemelt célunk. És azért is próbáltuk idehozni a csónakázatóhoz, illetve Nagy Kanizsára ezt a rendezvényt, hogy fellendítsük és még népszerűbbé tegyük a városunkat, illetve a Muraföldét, a környezetet, hiszen akár az is lehet ebből, mint ami tényleg Eprényben is volt, hogy még egyszer ide lehet majd hozni egy ilyen rendezvényt. És tényleg azt látjuk, hogy hatalmas érdeklődés van, és hogyha jól vizsgázunk, mint segítők, vagy mint befogadó település, akkor akár erről is lehet szó. Ezt természetesen ki kell érdemelni, mert hatalmas verseny van egy-egy ilyen verseny iránt, egy ilyen esemény iránt, hatalmas küzdelem megy érte, úgyhogy meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy még egyszer idehozhassuk. Tehát ez nem úgy megy, mint a Forma 1-ben, hogy 10 évig szerződést kötsz egy pályára, és akkor ott a régi világban, ha csak a Eccleston meg nem haragudott, akkor ott addig verseny volt. Bár így lenne, akkor hátradőlhetnénk, de nem, de akár ezt is vehetjük egy kihívásnak, hogy csináljuk úgy meg, segítsük úgy ezt a rendezvényt, támogassuk meg úgy, vegyünk úgy annyira részt rajta, hogy azt mondják, hogy igenis érdemes ide még egyszer elhozni. Ez egy ilyen esemény, amit ki kell érdemelni. Nyilván indultok. Természetesen. Igen. Nem is lehet, ez nem is lehet kérdés. Egyébként hazai település, nagyjából kikövetkeztetem abból, amit eddig elmondhatok, de azért tisztázzuk, tehát attól, mert valaki Nagy Kanizsáról jelentkezik, mondjuk nem élvez elsőbséget, mondjuk 150-es kanizsai kontingens nincs, mondjuk, hogy a helyieket segítsük, ott mindenkinek résen kell lenni, ugye, amikor ezt meghirdetik. Sajnos és nem sajnos, nincs ilyen verseny. Ez is egy verseny, részt vegyél rajta, és próbálj szerezni jegyet. Az hogy lehet? Segítsünk. Tehát interneten figyelni kell, hogy mikor. Vagy... Igen, van egy. Vagy be is a tévébe is meghirdetett, hogy és akkor most írták ki, vagy mi lesz. Igen. Mi mindenféle úton, módon közé fogjuk ezt tenni, ez természetes. Azt gondolom, ez a dolgunk, hogy népszerűsítsük. Ezen a bizonyos Facebook oldalon létre fognak hozni egy eseményt. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ehhez csatlakozzon. Ott kap leggyorsabban információt, a leghamarabb információt, azon túl mi is, hogy ezt mindenhol népszerűsítjük. És ezen az esemény keretében fogják meghirdetni azt a regisztrációs időpontot, amitől fogva meg lehet venni a jegyeket.
és utána vagy jogosult, hogy elinduljál. Ezt kell figyelni folyamatosan, úgyhogy résen kell lenni. És ez bármikor megtörténhet. Reggel 8-kor, délután 5-kor, hajnali 2-kor, ma hónap után, bármikor. Ez is fontos, hogy meg ezek a mukikról el is hiszem, hogy de tényleg képesek bármire, tehát... Igen. Az előzőből kiindulva, amikor a Beast-re próbáltunk nevezni, tehát hogy most volt Eplénybe, nem is kaptunk már rá egyszerűen jegyet, mert hogy volt ilyen dél körül megnyitották, ugye akkor többségünk dolgozott, és akkor ilyen 4 óra, 5 óra felé már nem volt hely. Tehát tényleg olyan hirtelen elkapkodják, van, aki annyira fanatikus ott ül szerintem a gép előtt, és nézi, hogy megnyílt, és vesz egyből 15-20 jegyet. Tehát azért... És sokan várják, tehát Nagykanizsán is, ahogy beszélgettünk is beharangozó után, tényleg ismerőseim, most keletkezett ismerőseim is folyamatosan érdeklődnek, hogy mikor nyitják, és ez egy nagyon jó érzés, hogy ennyire felkeltettük az érdeklődést az esemény iránt, hogy a nagyon sok kanizsai, vagy kanizsai környéki, vagy régen itt él, de elszármazott, most azt mondta, hogy ezért a versenyre hozzá fogok jönni, és részt akarok venni rajta, és ez nagyon jó, hogy ennyire megmozgattuk a helyieket, és én a szurkolok azért, hogy minél több nagy kanizsai kapjon lehetőséget arra, hogy itt teljesítse ezt a túrát, mert tényleg az még jobban összekovácsol minket, így a településen évőket, hogy részt vettünk közösen egy ilyen eseményen, mert a csapatszellem, tehát amikor teljesítesz, és egymással húzod, egymás segíted egy ilyen eseményen, az nagyon jó érzés, és látni azt, hogy ott van veled más is, az nagyon jó egy túra, kvázi. Hajrá! Most először áprilisban, aztán legyen még ilyen nagy kanizsán, szerintem jó dolog valami újat elkezdeni, megmutatni, aztán vinni tovább. Legyen ez egy fix Spartan helyszín, ha lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akarsz még valamit mondani, mert látom, hogy vagy csak te is nehezen veszed a levegőt. Alapvetően nehezen veszem a levegőt, de egy zárószót kvázi, hogy mondjak, ami a... Utána búcsúzz is el, mert nekem már levegőm sincs. Ami a Spartan rendezvényeknek, ugye. Na, ezt mondjuk el a nézőknek, avassuk be. Én az elején megkérdeztem, még adáson kívül, amikor elkezdtük a fiúkkal ezt a beszélgetést, ugye, hogy ezerféleképpen hallom, hogyan kell ezt szakosan mondani, mert ugye talán a legtöbben Spartan résznek említik. Aztán arra jutottunk, de kizárólag nyelvi alapon, hogy ha már rész, és az egy angol kifejezés, akkor meg nem Spartan, hanem Spartan, és akkor így lett Spartan rész, és ezt egészen a 4 adás, mondjuk 75%-áig jól is csináltuk. Most így a 4. adás végére előjött, illetve elfelejtődött minden közös tudásunk, így lett ez Spartan rész, meg minden egyéb, de ugyanarról a versenyről van szó. Jó, csak ez a történet, egyébként szerintem tök mindegy, hogy hogyan nevezzük, egyről beszélünk. Igen, azt, amit szeretem... Spartan vagy Spartan, mindegy. Szerettem még elmondani, hogy van egy közös csatakiáltása ennek a rendezvénynek, ami kvázi talán lefordítva hajrá, küzd, gyerünk, nek lehetne lefordítani, és ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Azt gondolom, hogy Zsolt lenne ebből az életekességekben a pólóban, de ez az úgynevezett aru, amit minden ilyen induláskor el szoktunk mondani, és el szoktuk kiabálni szó szerint tényleg, úgyhogy még egyszer mondom, hajrá, vagy gyerünk, küzdj, nagyjából ez a fordítása, úgyhogy azt tudom mondani, hogy áru nagy kanizsa. Ez volt a végszó, nektek nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, köszönöm ismétlés hétvégente, jövő héten, kedden pedig új téma, új vendég, új kanizsa kafé. Jó hétvégét kívánok, viszontlátásra! A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.